Estét kívánok, üdvözlöm Önöket a Figura Stúdió Színház nosztalgiázó léttájt sójába, a behívóba. Hogy miért nosztalgiázó, azt gyorsan el is magyarázom. A műsor úgy működik, hogy van egy adott egy figurás színész, aki megszólít öt magyar színházi területen dolgozó alkotót, színházi alkotót, és mi abból az ötből egyet elhozunk neki, anélkül, hogy ő tudná, már mint a figurásunk, hogy ki lesz az a vendég, akivel ma este itt beszélgetni fog. Szóval az ő nosztalgiájukról szól alapvetően ez a műsor. Van ennek a műsornak egy zseniális zenekara is, ha engedjék meg, hogy bemutassam őket. A gitárnál Bernát Boldizsár. Basszusgitárnál jelen pillanatban Korpos Szabolcs. Zongoránál Balázs Bence. Doboknál Ferenc Ferdinánd! Én azt gondolom, hogy fogjunk is bele abba a műsorba. Érkezzen meg akkor a figurás vendég, de még mielőtt ő megérkezne, nézzünk meg róla egy kis bejátszást. Ha ma este figurás behívottja, Aradon született 1986-ban. Általános és középiskolai tanulmányai végeztével a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen szerzett színészi diplomát, majd ezek után ugyanitt a rendezőszakon mesterizett. Már ez alatt dolgozott a Marosvásárhelyi Színháznál, majd a temesvári Csíki Gergely Színházban. Iskolái befejezése után a budapesti Maladi Petársulatnál játszott, onnan egy-egy évre a Nagyváradi Szigligeti Színházhoz, majd a Marosvásárhelyi Spektrum Színházhoz szerződött. 2014 óta a Figura Stúdió Színház tagja. Fogadják nagy szeretettel a behívó színpadán Faragó Zénót! Szia, Zénó! Szia! Jól vagy? Jó. Amikor készültem erre a műsorra, akkor felkerestem számodra egy nagyon fontos embert, hogy segítsen nekem egy kicsit dokumentálódni a te gyerekkorodtól. Ő az ő testvéred, a te testvéred, Évike. Amikor felhívtam, akkor azt kértem, hogy küldjön néhány képet Zénó gyerekkoráról, meg úgy alapvetően, ahogyan cseperedett, és Évike annyit kérdezett, hogy és akkor most oda pörkölhetek Zénónak mindenképpen? Nézzük meg egy bejátszást azokból a képekből, amit Évike küldött nekünk. Ez az. Luca. Rettenetesen hasonlít a Bendegúzra, a fiadra.
Mármint, hogy ő hasonlít itt nagyon rád. Az egész. Ő Évike egyébként, tehát róla van szó, ő az Énó testvére. Ez a mosoly. Kicsit nagy volt az öltöny, de nem baj. Ez már ballagás? Igen. Ez meg az egyetemen van már. Így van, így van. Ennyit vállaltunk. Neked mi volt a gyerekkorodnak a legmeghatározóbb pillanata? Tehát mi az, amire a gyerekkorodból a legerősebben emlékszel? Te Aradon születtél, de Kisperegen nőttél fel, Isten igazából, ugye? Kisiratoson, Kisperegen. Kisiratoson, Kisperegen, mert a szüleim, édesapám Kisperegről származik, ez Arad mellett egy magyar falu határ mentén, édesanyám pedig kisiratosi. És akkor nagyon sokat, hát gyakorlatilag óvodába is ott kezdtük, aztán... Kisiratoson jártál óvodába? Kisperegen. Meg Kisperegen? És egy évet jártam Aradon. De most így hirtelen, hát mondjuk az egy kicsit sokként ért, amikor városba beköltöztünk, tömbházba. Mennyi idős voltál akkor? Fogalmam sincs, de biztos, hogy le voltam sokkolva. Mert... De miért furcsa volt neked a nagyváros? Vagy hát olyan dolgokat csináltam, bevittem a paritját, amit én készítettem, és előszeretettem, mert az iskola, az a tömbház ablakunkból egy olyan légvonalba, egy olyan 30 méterre volt. És akkor egy anyacsavarral és a paritjával én elkezdtem paritjázni, csak én nem voltam annak tudatában, hogy ezt így nem lehet, vagy na hát ez, az ablakok törnek, és akkor ennyi. És az iskola ablakait lőtted ki? Igen, kilőttem. Ezt nem tudja senki, vagyis na. Sőt, az egyik ilyen éjjeli bárnak is az ablakát betörtem. Igen. Ebből nem volt a szüleidnek sose gondja? Hát nem mondtam meg. De nem derült ki soha? Nem, pedig oda kihívták a rendőrséget is, meg mindent. Tehát hú, szürkele. Na, de hát én a biztonságos tömbházból célozgattam a dolgokat. No. De hogy ehhez voltál kisiratosan szokva, hogy ez nem volt probléma a gyerekeknél? Hát nem, hát most vadásztunk paritjával, hát most ez... Te rossz gyerek voltál? Nem tudom, nem hiszem. Nem? Ilyen... Nem. Szerintem nem, aztán más kérdez. Mert tudni kell azt, hogy mi Zénóval együtt végeztünk a főiskolán, így tehát van. Mi egy osztályba jártunk. Én Zénót akkor úgy ismertem meg, hogy egy nagyon-nagyon csendes, nagyon visszahúzódó, meglehetősen magába forduló figura volt. Azért voltam erre kíváncsi, hogy gyerekkorodban is ilyen voltál, vagy ez inkább csak a kamaszkorodban volt ilyen? Hát ilyen is, meg olyan is. Aztán hoztam egy döntést, hogy azért ez így... Ezt hogy érted, hogy hoztál egy döntést? Hát, hogy nem feltétlenül kell mindig verekedni, vagy mit tudom én, ilyen... De verekedős voltál? Igen. Igen? Igen. Ilyen féltek tőled? Nem biztos, hogy féltek, de így, na. Te voltál diákszijátszó is, ugye? Igen. De hogy kerültél, vagy miért kezdett el ez érdekelni téged? Azt hiszem, voltunk egy előadáson, Pávai Gyula vezette az aradi Kölcsei diákszínjátszó csapatot. Én megnéztem egy előadást. Ez azért fontos, mert Zénó később vezette ugyanezt a csoportot. Így van, ez egy fontos mérföldkő. és én eldöntöttem, hogy fogok ide járni. És akkor elmentem, jelentkeztem is. Hát túl sok gyerek nem jelentkezett, úgyhogy felvettek. Kevesen voltak? Hát nem, hogy kevesen, de nem, volt, tudom, nem az volt, hogy 20 emberből kellett kiválasztanak engem, hanem... Ja. Tehát gyakorlatilag felvettek bárkit, aki jelentkezett? Igen. Hát mit tudom, mi voltunk 10-valahányan. De ez milyen megfontolásból? Tehát, hogy nem tudom, tetszett. Csak úgy? Valami tett, élveztem azt, amit láttam, és kíváncsi voltam, hogyha... Még egy, van egy aspektus, amiből én még a főiskola előtt ismertelek, és nem is tudtuk akkor mi, hogy ismertük egymást, te is nagyon sokszor szerepeltél szavaló versenyeken. Azelőtt, hogy ismertük volna egymást, mi voltunk talán egy ugyanazon, már meg nem mondom, hogy hol volt, melyik városban, de hogy egy szavaló versenyen voltunk, találtam az internet sötét bugyrából, ebből a korodból egy hangfelvételt, ahol verset mondasz, egy
nem fogjuk most az egészet meghallgatni, de egy részletet hallgassunk meg. Ez számomra nagyon izgalmas volt. Nézzük meg! Tóth Árpád, elég egy rekete bokorhoz. Már elrontottam. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd reketje. Sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka, s én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér búsajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog-boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legény. Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riaszgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny. Egy ember. Ez meglepett. Erre emlékszel? Erre a felvételre? Vagy hirtelen, hogy ez mikor volt? Hirtelen. Vagy mennyi idős lehettél itt? Nem. Hát sok, nagyon, a hangod nagyon, alapján nagyon sok versmondó hangom alapján. Mennyi idős lehettél? Most azt néztem, hogy már Bendegúz hangosabban beszél, mint én, úgyhogy már fiam. Honnan jött neked ez a vers szeretet? Vagy miért kezdtél el verseket mondani? Magyar tanárnői nyomásra, vagy? Nem volt nyomás, de Szabó László volt magyar tanárom, ez 5-8-ban, amúgy üdvözlöm innen is. Ő felírt egy adi verset a táblára, és azt fel kellett olvassuk, tehát felolvashatta bárki. Na, és akkor én is sorra kerültem, felolvastam, és akkor azt mondta, hogy na jó, akkor te mész. Ennyi. De hát akkor végülis csak valamilyen tanári nyomásra. De nem az volt, hogy... Tehát nem így, hogy te mész, hanem hogy mit tudom, fölajánlott ezt a lehetőséget. Ja, hogy felismerte azt, hogy te valamilyen szinten meglehetősen jól mondasz verset, vagy jól értelmezel verset? Valami hasonló. Jól szól a szádból egy vers. Lehet. Uh-huh. Lehet. És valami... akkor innentől kezdődően... Innentől kezdve... Elindult egy ilyen verskarriered. Versmondó versenyekre. Kisebb-nagyobb sikerrel? Kisebb-nagyobb sikerrel, amikor voltam annyira szorgalmas, vagy, hogy megtanuljam a verseket. Előfordult, hogy nem tanultam meg? Elő. Elő, és másnap, vagy nem tudom, másnap, vagy igen, azt hiszem, másnap indultunk volna Szatmárra, már nem tudom, hogy milyen versmondó verseny van. Lehet, hogy igen. És Szabó tanár úr mondta, hogy mondjuk el a verseket. Én nem mondtam, hogy tudok egyet, de hogy hármat kellett vinni, vagy valami ilyesmi. És? És akkor megtanultam két nap alatt, tehát hogy így... Gyorsan tanulsz szöveget? Viszonylag igen. Viszonylag igen. Uh-huh. A színipálya az a diákszínjátszásod miatt érdekelt, vagy te amúgy is színházba járó voltál, vagy volt valamilyen hatás pluszba? Pávai Gyula, aki vezette a diákszínjátszó csapatot, ő így pedzegette ezt a dolgot. Aztán engem is elkezdett érdekelni. Te teológiát is akartál végezni, református teológiát? Igen. Az... Igen. Az miért? Az is érdekelt. Vagyis az is egy... De nincs teológus a családban. Szép hivatás. Nincs, de... Nem... Uh-huh. De így a reformátuságon az így valahogy az úgy tetszett. Mármint, hogy maga ez a hivatás. Látok, a családban erős volt a vallásosság, vagy ne, ez nem. A hit kérdése? Vagy a hit az egy mindennapi dolog volt? Hát, ez nem menjünk ebbe bele, mert akkor egy másik műsor lesz. Menjünk de, bele! Tehát fontos volt bizonyos szempontból, igen. Uh-huh. Igen. Tehát nem úgy, hogy számon kérően, de azért fontos volt. Tehát mondjuk a vasárnap templomban járós volt a család, nem? Igen? Hát mikor nem kellett dolgozni, mert ez falun, ez nem úgy, vagy nem. Volt, amikor igen, és volt, amikor kapálni kellett, és kész. Akkor az volt a templom. Hát igen, az is egy jó meditáció, ajánlom mindenkinek. Jó, oké, színipálya. Tehát, hogy akkor
No, ez tehát, volt az, igen. Pávai Gyula bácsi, ő pedzegette, akkor én is utána néztem, közben följártam előkészítőkre, vásárhelyre. Kinél voltál felkészítő? Fogalmam sincs most így hirtelen. De én már, mi egy időben voltunk akkor. De nem, már, ez nem az. Ez még nem az? Volt olyan, hogy havonta valaki megtartotta. Ja, igen, 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 igen. Na, de hát nagyon vicces volt így visszagondolva, tehát hogy ez... Na, mondj egy verset, kisfiam. De én nagyon szorgalmasan följártam Aradról vásárhelyre. Ez egy hétvége volt, tehát ilyen... Nem az a kéthetes előkészítő, igen, ami igen, van igen. előtte, hanem... Egy-egy tudom hétvégére én... havonta. Igen, tehát... Vagy hetente. Fél évvel ezelőtt. Én nem tudom pontosan, hogy mikor 11-et végeztem, hogy már akkor is... De te már fölmentem, akkor is jártál? Már fölmentem egy-két, meg kíváncsi voltam. Tehát te már 11-ben gondolkodtál akkor azon, hogy színházzal foglalkozni? Igen, 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 igen. De ennyire bejött a kölcsei? A Diák Színpad? Nem tudom, valami vonzott. Uh-huh. Ennyi. Na és akkor ezeken is részt vettem, akkor kicsit megnéztem. Úgy döntöttem, hogy... Hogy mész? Jó. Uh-huh. A Diák Színházzal is foglalkoztál. Ide te hogy kerültél? Vagy hogy jött az ötlet? Tehát, hogy miután befejezted a színit, utána dolgoztál a kölcseisekkel, ugye? Vagy is? Nem, ahogy Temesvárra kerültem, akkor Pávai tanár úr fölkerült Vásárhelyre. És akkor ő ott hagyta a diákszínjátszókat, és én mivel Temesvárra kerültem, úgymond összeszedtem a régi csapatot. Uh-huh. És akkor hát ez így kezdődött, de nagyon sokáig és nagyon, nagyon tartalmas volt. Mennyi ideig dolgoztál kölcsei? 8-tól szerintem 5 éven keresztül. Ah. Uh-huh. Mert folytattam, amikor Pesten voltam, akkor is hazajártam és csináltunk előadásokat. Úgyhogy. Bár együtt végeztünk, de mi ezt én sose kérdeztem tőled, te hogy élted meg az egyetemet? Neked volt egy elég erős fordulatod az egyetem alatt. Ugye arról beszéltünk, hogy Zénó tényleg egy ilyen rettenetesen visszahúzódó, tehát kocsmába kirángatni az szinte lehetetlen volt, tehát, hogy gyere, ígyunk egy sört, vagy ilyesmit, tehát abszolút nem lehetett kirángatni. Tehát ő egész nap otthon volt, vagy nagy részt otthon volt, olvasott, rengeteget filozofált, ha valakit talált. Tehát, hogy egy ilyen nagyon... tehát, hogy nagyon, nagyon magába zárkozó figura volt. Nem volt... Nem voltam depresszió. Nem volt, igen, azt akartam, hogy nem az volt, tehát nem az volt, hogy... De... Nem depressziós volt. Jó, majd jövök én a tiédbe is. De hogy aztán valamikor olyan harmad év vége, negyed évre lett egy olyan törés, amire elkezdtél nagyon felszabadulni. Akkor ez mondod, hogy ez volt az a döntés, hogy talán? Hogy érted ezt? Lehet. Vagy mi történt? Nem tudom, én nagyon komolyan vettem az egyetemen. Tehát... Jó, nekem így az első, másod éven, nekem az elképzelhetetlen volt, hogy... Tehát én a saját fejemről beszélek, hogy most kimenni a Tutumba, vagy mi volt akkor. Igen. Hát Tutum volt akkor is. Ez egy kocsma vásárhelyen, közel az egyetemhez. Ott berúgni, és másnap nem tudom, ne bemenni az órára. Tehát, hogy nekem ez nem... Ilyenek egyébként nincsenek a színén csak. Tehát, hogy nekem ez... És így nagyon komolyan vettem aztán, hogy valószínűleg érzékeltem, hogy azért ez épp ennyire nem... És nem akkor miért jött? Ja, hogy akkor jöttél rá, hogy azért végül is ezt lehetne egy kicsit? Nem. De ez egy tudatos fordulat volt benned, hogy azt hát mondtad, lehet, hogy már nem tudom. Nem élek eleget, vagy? Nem. Vagy hogy él? Hogy, mi volt az, ami megváltoztatta? Nem tudom. Ja, nem tudom. Nem tudom. Így hirtelen most így nem. De hát mentünk akkor is, csak nem kocsmázni, nem focizni. Igen, vagy, igen. Tehát, igen. Hogy Én ezt éreztem, hogy volt egy ilyen fordulat. Jó, hát hozzád képez biztos. Jó, biztos. Menjünk is tovább. No. Tudni kell Zénóról, én ezen rengeteget kacagtam, sőt Zénóval közösen is kacagtunk ezen sokat. Zénó az Origó szerint volt Magyarország negyedik legszexibb színésze. Ha valaki annyira gondolja, tudtam, nyugodtan rá lehet a neten keresni. Felolvasom csak azt, hogy mit írt akkor az Origó róla. Már csak magassága okán is kiemelkedik kollégái közül. Szemre legalább 2 méter. Ehhez hozzáadódik impozáns, görögös orra.
Lányosan hosszú szempillája, hullámos, hátrafésült haja, akkor még hosszú haja volt, melegbarna tekintete. Hosszú végtagjait ellenállhatatlan szexiséggel lóbálja ide-oda, főleg combjai domborodnak ingerlően a testhez simuló bőrnadrágban. Borosta nagyon jól áll neki. A Zsótér Sándor rendezte Figaro házasságában sajnos már csupa szállal játssza a hőszerelmest, de reméljük hamar arcszőrzetet növeszt újra. Tehát ezt írta akkor róla az Origó. Igen. Mesélj erről. Na mindegy, kitalálta ezt az Origó, akkor ebből csináltak egy ilyen... De így megkerestek téged? Egy ilyen bulvár. Nem. Tehát az akkori Budapesten játszó fiatalabb, vagy mit tudom én, társulatoktól színészeket válogattak valami megfontolás alapján, és akkor nem tudom, szavaztak egy irodába. Érdemes megnézni egyébként az Origó címét. Hat nő eldöntötte, hogy ki a legszexisebb. Nem tudom. Érdemes utána nézni egyébként ennek, tehát ha valaki gondolja, meg lehet keresni ezt a cikket, ott van ez a kép, amiről itt beszélünk. Tehát Ador Jáni Bálinttal. Szerintem ez úgy volt, hogy az erdélyeknek... Szabó Kimmel Tamás volt abban az évben a legszexibb magyar. Az erdélyeknek föntartották a negyedik helyet, mert Bálint is erdély, az kolozsvári, azt hiszem. Tehát nem, hogy azt hiszem, hanem kolozsvári származik. És akkor szerintem ez így volt egy ilyen. Na, de az akkori kollégáim nagyon irigykedtek. Te több helyen is dolgoztál, ez az Origós cikk abban az időben született, amikor te a Maladipénél dolgoztál. Igen. Budapesten. Te több helyen is dolgoztál? Te mióta vagy a Figuránál? Hát most mondták, 14 óta. Mondhatjuk azt, hogy te alapvetően elég vándorlós színész vagy, a Figuránál vagy a legrégebb óta. Talán a leghosszabb ideje. Mi az, ami itt marasztalt? Többek között azért jöttem ide, mert itt vagytok ti. Ugye Gyöngyikével is osztálytársak voltunk, sőt még emlékszel, amikor még Öcsike is majdnem a Figurához szerződött. Igen. És akkor már az szinte a fél osztály lett volna. És hát utána meg az élet úgy hozta. Volt úgy, hogy el akartam menni, főleg... Na mindegy. Mielőtt megérkezne a vendéged, nem tudom, hogy gondolod-e, hogy ki lehet ő, nézzük meg egy videót, hogy ki az, akiket Zénó megszólított, és hogy ki az, akit ma estére elhívtunk. Na. A behívó színpadán Tatai Sándor! De jó! Lehet, hogy úgy néz ki, hogy megrendeztük, de nem volt megrendezve. Találkozás. Ez nagyon jó. Tatai Sándorról azt kell tudni, hogy ő nekünk a főiskolán osztályvezető tanárunk is volt. Egyébként színész, nagyváradi születésű. Tanár úr, hogy van, hogy utazott, milyen Gyergyóba? Én nem máról hónapra ismertem meg Gyergyót. Mennyit játszott 80-as évektől kezdődően, mivel hogy vén vagyok. Na hát, mert tanárotok voltam, most már ez így van, mit csináljuk. De na, ennek ellenére én úgy érzem, hogy még mindig érdekel a színház. Na ez egy nagy baj,
Ez baj. Nem tudok leszokni róla. Na. Tanár úr, miért került színészi pályára? Hogy került színészi pályára? Jaj, ez olyan hosszú, rettenetesen hosszú, körülbelül olyan, mint a Zénói. Kezdjünk bele! Amatőr, nem, amatőrként kezdtem. Amatőr, Nagyváradon amatőr színészkodott? Persze, persze, persze. És utána, hát nem tudom, elmentem testnevelő tanárnak, dolgoztam 3 évet, és utána visszakanyarodtam. Tanár úr elvégezte a TF-et? Igen. És utána még 3 évig tanított is? Még 3 évet tanítottam falun. És onnan jött még az ötlet? Mind a bumerang jött, visszajöttem, mert 70-ben felvételiztem először, és 76-ban jöttem vissza. Tehát akkor bejutottam, és 80-ban végeztem, és attól kezdve aztán a Marosvásárhelyi Színháznál voltam színész. Aztán egy adott pillanatban meghívtak ugye színésznevelőnek, mert előzőleg nekem voltak csoportjaim, akikkel foglalkoztam. De a tanár, ennyire nem menjünk, ne szaladjunk ennyire tanár úr, mert a tanár úr még volt 2 éve Temesváron is. Ja, igen. Volt. Ugye? Persze. Na most itt van egy nagyon közös pont, mert Temesváron mind a ketten dolgoztatok. A tanár úr melyik évben dolgozott Temesváron? Én 86-tól 88-ig. Te meg? 2008-tól. 8-tól? 8-tól, így 8-tól van. 8-tól 10-ig. Bocsánatot kérek, a tanár urat nem tudom magázni, pontosabban tegezni, ezért lehet, hogy furcsán néha le fogom tegezni. Ezt már rég el kellett volna intézni, de hát nem voltál alkalom. Jó. Akkor engedd meg, jó, hogy ma este tegeződjünk. Felavattuk egymást, igen. Jó. Tanár úr, róla találtam egy nagyon jó kis leírást a Magyar Színház Művészeti Lexikonba. Képzeld el, benne már vagy. Jó. Azt mondja... Jó, már nagyon öreg vagyok. Tehát azt mondja, hogy ugye, hogy 1980-ban a Marosvásárhelyi Szent György István Színművészeti Intézetben végzett, majd a Város Nemzeti Színháza szerződtette. 1986-ban Temesvárra távozik, 2 évig az Állami Magyar Színház tagja, majd 1988 őszén visszatér Marosvásárhelyre, és itt jön nagyon érdekes, elegáns, jómodorú színész, aki bonyolult jellemek fejlődését is kiválóan tudja érzékeltetni. Így ír Tatai Sándorról a Színházművészeti Lexikon. Tegyük egyre tapsot rá! Hát ehhez képest visszafejlődtem, ugye? Na jó. Diákszínjátszók, na most beszéljünk róla. Ripacsokkal dolgoztál Marosvásárhelyen, ugye? Igen. Vagy még azelőtt? Hát, én neveztem el őket ripacsoknak, és mind vitatták, hogy micsoda pejoratív megnevezés. Na, miért? Hát legalább mernek nevetni, bohóckodnak, hülyéskednek, hát miért? Hát diákszínjátszó most mit csináljon, hogy tegye fel a szemellenzőket? És utána elfogadták. Mennyi ideig? Öcsike ott volt. Igen, Barta László Zsoltról van szó egyébként, Marosvásárhelyen is láthattuk az arcát, ő is osztálytársunk volt. Igen. És benne volt a csoportban. Tehát én jó pár éven keresztül foglalkoztam ott csoportban. Első éves, másodéves csoport volt. Beszédtechnikát is, hát színpadi előadó művészetet ott. De csoportos színház volt ez. Tehát mit tudom, például a fülemülét megcsináltuk, és ehhez hasonló dolgokat is. Csoportszínház, de nagyon élvezték a gyerekek. Akkor meg én is élveztem, úgyhogy megvoltunk így szépen. Te nem vagy nyugdíjas most, ugye? Na, az egy teljesen más ügy lett, mert hát hivatalosan az embert elküldik nyugdíjba, ha tetszik. De te egy gyakorló színész vagy. Abszolút, tehát igen. Most jelen pillanatban a Spektrum Színház tagja vagy, ugye? Oszlopos tagja, mondhatjuk így. Igen, hát nézd, játszom, amit szeretek játszani, és amit nem, azt leteszem, érted? Lehet már ilyet csinálni, hogy... Az egy nyugdíjas érkezős. Hogy mi azt mondja, hogy én már csak a jó szerepeket. Ez ugyancsak egy közös pont a főiskolán kívül, mivel hogy Zénó is volt ugye a Spektrum Színház tagja, sőt egy időben is dolgoztatok a Spektrum Színházban. Rá fogunk térni mindjárt a főiskolai dolgokra is. Engedjétek meg, hogy készítsünk egy fotóemléket rólatok. Oda nézzünk, nézzetek. Jaj, ez megint ilyen sztárfotó lesz. Egy kicsit a közönséghez fogok fordulni. Kinyitom ezt a dobozt, amiben 6 olyan tárgy van, amit a két meghívottunktól, vagy a két vendégünktől kaptunk kölcsönbe. A játéknak a lényege az, hogy én fölmutatom a tárgyat, és szavazni kell arról,
hogy kié lehet a kettőjük közül a tárgy. Ugye megbeszéltük azt, hogy a zöld az mindig a figurást, azaz Zénót jelenti, és a piros oldal pedig Tatai Sándor tanárurat jelenti. Itt van a kezembe egy faragott figura, mutatom, megmutatom a kamerának is. Kié lehet az? De most lehet szavazni. Nem egészen egyértelmű, talán Sándor azt hiszem, hogy inkább ráthajaz a dolog, az övé is a tárgy. Mesélj nekünk erről, hogy ez milyen tárgy, és miért fontos ez számodra? Hát, amikor végzősök voltunk a főiskolán, akkor még főiskola volt. Így van, mi egyetemet jártunk, így van. És kicsengetés volt, és akkor az egyik kolléganő, másodéves kolléganő, lehet, hogy ismeritek, Rekita Rozália. Rekita Rozália, ő udvarhelyen is volt színész. Ő ajándékozott meg bennünket, mindenkinek adott egy ilyet. És olyan kedves emlék. És ez neked így megmaradt azóta? Tessék? És ez azóta neked megmaradt? Igen, azóta megmaradt. Szuper. Na, és ott őrzöm, hol ablaktartó volt, hol kitettem melléjét. Na, ez ott díszíti a helyiség. Megyek tovább. Következő tárgy, az egy talán ezüstgyűrűnek tűnik, mintával benne a nyomat. Kié lehet ez a gyűrű? Ez egészen egyértelműen a Zénó. Zénó, a tiéd a gyűrű, mesélj róla. Megnősültem. Volt Barabás Árpi kollégánk, itt volt még színész, akkor, még akkor dolgoztam vele együtt, és neki mindig ez volt a poénja, hogy az a gyűrű az ujjadon, az a csőből egy darab, amivel belehúztak. Ez a gyűrűnk. Oké. És ez nekem fontos. Csak ezt meg. Jó, megyek tovább. Itt van egy nyakkendő. Kié lehet? Ez is inkább Zénóra hajasz, pedig ez a Zénóé. Igen. Na, erről mesélj. Ezt én nagyon sokat láttam már, ezt a nyakkendőt, ez az autójának a tükrére volt kiakasztva. Így van. Miért fontos ez? Én ebbe ballaktam, szabad akaratomból és szabad elhatározásomból, tehát én úgy döntöttem, hogy ebbe fogok ballagni 12. után, és ezt nagyon szeretem, ezt egy vásárhelyi néni készítette, és ez igen, mindig ott lóg a visszapillantom. Ez egy kabalád, mondjuk úgy. Mondhatjuk, nem tudom, igen, amúgy egy bocskai nyakkendő. Oké, menjünk tovább. Márai Sándor, a gyertyák csonkig égnek. Kié lehet ez a tárgy? Sándor, a közönség azt szavazza, hogy a tied és a tied. Igen. Ez miért fontos? Hát egyik kedvenc szerepem tulajdonképpen a főszereplőnek a partitúrája, ezt mi megcsináltuk a Spektrumban. Van egy színpadi változata, és nagyon közel áll hozzá. És te játsztad is? Játsztam is, igen. Játsztam, és azért is tartom rendkívül, hát számomra vonzónak is, és nagyon értékesnek, mert olyan barátságról szól, ami hát manapság elképzelhetetlen. Tehát, és ez egy közösen szeretett nő kapcsán. Ez valami fantasztikus tulajdonképpen. Én ezt egyedi dolognak tartom, és az, hogy ezt én eljátszhattam, hát ez egy isteni kegyelem volt, ez tényleg a javából. Tehát azért áll hozzám közelebb. Köszönjük szépen. Megyek tovább. Kezemben egy gombos Nokia telefon van. Kié lehet ez? Zénó, ez a közönség egészen jól ismert téged. Hívtam, bocsánat, ezért ki kell. Meséljek a telefon? Mesélj. Én még hiszek a buta telefonokba, ennyi, és ezért ezt használom. Nagyon sokat kell nyelnie szegény Zélónak a társulaton belül, emiatt, hogy ő egy ilyen telefonnal jár. Már, igen. Már szinte azt is megígértük neki, hogy veszünk inkább egyet, csak tegyen. Jó, köszönöm.
Nagyon nehéz feladat következik. Van egy tárgy a kezemben, ami egy medál. Mutatom a kamerának is. Három kereszt és egy domb látszik a medálon. Vajon ki lehet? Igen, ez a Sándor medálja. Na, mesélj erről, hogy ez mit tűz. Vissza is teszem a helyére, megint nem vettem le. Na, hát én, hogy mondjam, persze ezek intim dolgok, de én ezt vallom, hogy erős Isten hitem van. És ezt felvállalom mindenki előtt, és azért van ez rajtam. Van története? Hát a története az volt, hogy egy ilyen kézműves vásárban, ott kutakodtam ugye a különböző faragványok között, és erre esett rá a tekintetem. Azonnal megvettem. Soha semmit nem voltam a nyakamban, tehát semmi nem volt. Ez viszont olyan hatással volt, nem tudom, ezek furcsa dolgok, megmagyarázhatatlan dolgok, de mivel nekem ez megtetszett is, és nem szinte vonzott. Köszönjük szépen, ennyi lett volna ez a játék! Megyünk is tovább a főiskolás történetekkel, ugye, amiben majdnem, hogy belekezdtünk. Most nem csak Zénóra vonatkozóan teszek fel kérdéseket, hanem nyilván saját magamra vonatkozóan is. Te hogy emlékszel a mi osztályunkra? Ez jó lesz. Jó, akkor szűkítek, hogy emlékszel Zénóra a főiskoláról? Én? Te? Jó, nem tudtam, azt hittem, hogy... Nem, ez neked szól ez a kérdés. Hát... Zénóra például hogy emlékszel vissza? Hogy mondjam, hát ilyen tipikus fiatal lázadó hallgató volt, de hogy mondjam, sokszor szikrázott köztünk a levegő, de a helyzet az, hogy utána mindenki meghunyászkodott egy adott pillanatban. Tehát a munkáért tettük meg azt, amit megtettük. Persze sokszor nem értettünk egyet. Hát ilyen ez a dolog, hát Isten őriz, hogyha ez ilyen betonba öntött szabályok szerint és törvények szerint történne a színház. Az egyiknek ez a nézőpontja, ez az értelmezés, a másiknak más. Persze szerintem én is türelmetlen voltam abban a periódusban, mert hát olyanok voltak a körülmények is, minden, nem akarom én elrekenni, de hát ez volt. Hát érni kellett ahhoz, hogy az ember nagyobb türelemmel kezeljen dolgokat. Na, ebből áll az egész dolog. És ugyanez volt Zénóval is, legalábbis az én tapasztalatom szerint és meglátásom szerint. Persze egyből robbanás volt, ez egy, mi van, gyere vissza. Tehát ilyen dolgok voltak, de nem estünk egymás nyakának, vagy valami, hogy mondjam, nem alakult itt semmiféle ellenséges hangulat. Nem értettünk egyet, és mindenki a magáit, ugye, azt megpróbálta védeni, megpróbálta igazolni, de utána egy kicsit lehűltünk, akkor meghánytuk, vetettük a dolgokat, és akkor kerestünk egy közös megoldási lehetőséget. Tehát én legalábbis így emlékszem vissza rá. Tehát az összes ilyen nézeteltéréseink végső soron javarészt végül is kialakultak, tehát kedvező irányt vettek. Zénó, te hogy emlékszel Sándorra? Ugyanígy. Hát igen, hát mindenki kereste azt, hogy mindenki kereste a maga igazát. Na, igen. De hát ez azt gondolom, hogy természetes, vagy talán elvárható volt így tőlünk, mint diákoktól, most ennyi. Nézzük meg, hogy hogyan emlékeztek osztálytársak. Na, ez az. No. Jó, itt hát. Jó, itt van mögöttünk. Gyere, kicsit erre. Nem csak. Tatai tanár urat én először a negyedik nővér című előadásban láttam, ahol egy maffia főnököt alakított, és nekem az annyira megmaradt az az előadás, és az az alakítás, hogy amikor kiderült, hogy ő lesz az egyik osztályvezető tanárunk, akkor én nagyon vártam. A Tatai nekem mindig az jut eszembe, hogy mindig gondolkodik, mindig minden pillanatát átgondolja 67 ezerszer, mielőtt valamit csinálna. És arra emlékszem még, hogy minden órára,
hozta a jegyzetfüzetét, amiben előre fel volt szépen tételesen vázolva, hogy mit fogunk az órán csinálni. És mindezt valami olyan gyönyörű kézírással, amit én nem is tudom, hogy még láttam más férfinál. Tatai Sándor tanárúrral elsősorban a párciumisága az, ami szimpatikus volt nekem, ugyanúgy, mint ahogy Zénó is. Illetve hát ugye Tatai Sándor tanárúr nagyváradi, mint ahogy én is, tehát ez mindig szimpatikus volt nekem. Illetve volt neki egy nagyon-nagyon jó zsője, amit akkor csinált, amikor egy poén nem úgy sült el a színpadon, vagy nem jött le úgy, ahogy kellett volna, akkor mindig így elmosolyodott, és azt mondta, hogy nincs nektek egy kis szőlőzsíratok, ne kireped a szám, mert annyira nevetek. És ez úgy aztán megmaradt az egész osztályban, mindenki ez volt, ez a szőlőzsír. Arra emlékszem Zénóval kapcsolatosan, hogy volt egy Csehov jelenetünk, és én akkor éreztem a katarzist. Kijöttem egy közös jelenetből, és akkor volt bennem egy olyan, hogy elordítottam volna magamat a jelenet után, de kimentem, és azt hiszem, hogy sírni kezdtem, vagy valami ilyesmi. De ez Zénóhoz kötődik. Nekem Zénóról az egyetemi évek alatt a hihetetlen ismerkedési készsége maradt meg nagyon. Képes volt bárkihez oda menni az úton, és leszólítani, hogyha ő azzal az emberrel meg akart ismerkedni. De ha nem volt ember, akkor megismerkedett a kóborkutyákkal. Mindenképpen meg kell említenem Vándort Zénóval kapcsolatban. Vándor volt Zénó autója, és mi nagyon sokat utaztunk vele. Hogyha volt egy kicsi szünetünk, akkor mentünk kirándulni. Zénóval nagyon sok időt töltöttünk együtt a főiskolán. Rengeteget tanultunk együtt, kibéreltük magunknak a termeket, filozofáltunk mindenféle dologról, görögökről, Kierkegaardról, a rezignáció lovagjáról, mindenféle dologról. Főleg az első két évben ez nagyon sok volt. Számomra, ami megmarad, az mindig az, hogy nagyon érdeklődő volt, tehát rendkívül szerette kutatni a gyökereit, illetve érdeklődése a görögök iránt, ókori görögök iránt, és a kíváncsisága, hogy mindig kíváncsi volt mindenre. És nagyon jó társra találtam benne, főleg azért, mert ugye mind a ketten párciumból voltunk, és jó kis közösséget tudtunk alkotni. Párcium! 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 Vajda Gyöngyvért láthattuk, ugye, aki a Figura Studio Science tagja, Barabás Rékát is láthattuk, aki hát most a Pufi Színháznak a tulajdonosa. És a harmadik pedig Nagy Antal volt, akit láttunk. Ő egyébként nem tudom, hogy vevődött észre, de párciumi. Nagyváradon született. És milyen érdekes, látod, hogy Anti is megemlíti azt, hogy az első két évben. Tehát, hogy az, amiről én beszélek, az... Igen, de neki jó volt. Igen, de ő nagyon szerette, igen. Igen, Anti is egyébként egy picit ilyen visszahúzódó figura Párcium. Volt. Párciumi volt ő is, igen. Veled, Sándor, dolgoztunk a negyedéves munkánk, tehát a negyedéves záró előadásra. Kövesdi István, igen, rendezte a Sok jó semmiért című Shakespeare darabot, és ott Sándor a Leonátót játszta, az én meg akkor a Don Juant játszta, akkor neked valami volt egy ilyen Don Juan katonásod a főiskolán, neked a negyedéves vizsgamunkád is Don Juan alapú. Igen, de az más volt. Tudom, de hogy valahogy a Don Juan... Az, ja, mint a név. Az, igen, az Origo innen érezte meg, hogy... Igen. Lehet. Te hogy emlékszel, Sándor, erre az előadásra? Vagy milyen volt neked? Nekünk ez egy nagyon jó élmény volt, nem? Én alapvetően nagyon szerettem azt. Istvánnal is nagyon szerettem dolgozni, meg úgy alapvetően egy nagyon jó munka volt. Meglepően összecsiszolódott a társaság. Tehát én is ott teljesen elfelejtettem, hogy valójában tanár vagyok, vagy nem tudom mi, hanem úgy éreztem, hogy társok vagyunk, tehát játszótársok vagyunk. És tényleg, nekem nagyon jó érzés volt. Zénó, te hogy emlékszel erre az előadásra, vagy neked milyen emlék maradt? Nagyon jó. Tehát nagyon, főleg az, ugye sokan voltunk, mert dolgoztak a harmadévesekkel is dolgoztunk. Akkor... Igen, azt tudni kell, hogy mi egy olyan évfolyamon végeztünk, amelyik még az egyetemi, még a bolonyai rendszer előtt végzett. Tehát mi voltunk az utolsó nem
még nem bolonyai rendszerben tanuló osztály, azaz mi még 4 évet végeztünk, és pont egy időben végeztünk egy 3. éves osztállyal, amelyik már egy bolonyai rendszerben volt. És valahogy kicsit össze is voltunk vonva így velük. Igen, igen, igen. És sokan, tehát nagy szereposztás volt, mert 20-valahányas sokan volt. Sokan, rengeteg sokan voltunk. Igen. És nagyon, nagyon szerettem én is. Tehát nekem nagyon jó volt látni, például, hogy dolgozik. Hát meg kénytelen voltam, mert ti is néztetek. Hát, nem, de hát ez nem úgy volt. Volt egy olyan furcsa helyzet, hogy kellett dolgozni. Nem lazíthattam. Erre mondok egy nagyon jó történetet. Kőműves Csogor kollégánk felvételizett a Kolozsvári Színművészeti Egyetemre. Nem mondok most neveket, volt egy tanára, egy osztályvezető tanára, akkor valaki utána néz, hogy ki volt az. És az első órán azt mondta, hogy így beültek a diákok, a tanár ült szembe velük, és azt mondta nekik, hogy nem kell tőlem megijedni, én nem vagyok a konkurenciátok, majd leszek. Na ez nem állt fenn, mert azért Sándorra én úgy emlékszem, hogy azért meglehetősen jó partner volt, tehát hogy nem volt... Én nem emlékszem arra, hogy lett volna benne egy ilyen felsőbbrendűség, hogy ő eleve tanár, nem, ő eleve egy idősebb színész. Tehát, hogy nagyon empatikusan dolgozott velünk, én azt gondolom. Én így emlékszem. Hát köszi szépen. Nem, tényleg. Uh-huh. Én ezt visszaigazolom a spektrumos. Na, arra mindjárt rátérünk, de is. Van még ennek a műsornak ma este egy meglepetés vendége. Illetve vendégei, de a vendégeknek egy része már bent van a stúdióban. A Salamon Ernő gimnáziumnak 3 diákja elkészítette egy dalt, és ebből egy videóklipet, amelyet a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemnek a zeneművészeti karára egy ilyen tehetségkutató pályázatra beküldték ezt a dalt, és ezzel 2. helyezettek lettek. Örömünkre szolgál az, hogy ebből a csapatból csak egy embert kell már behívnunk ide, mert 2 jelen pillanatban itt van ebben a zenekarban, ők Balázs Bence és Bernát Boldizsár, és én most Ferenc Anitát kérem szépen be a stúdióba, aki énekli ezt a dalt, amit önök is hamarosan hallani fognak. Szia, Anita! Sziasztok, jó estét! Azt mondd meg nekem, hogy mi volt az a dal, amivel ti neveztetek? A Blaha Louisiana-nak a Tonight I Dress in Blue című dala, ami még az első albumukon volt rajta. És miért volt ez a választás? Hát Bence mutatta volt ezt a dalt meg nekem még régebb, aztán gondoltuk, hogy valamit csinálunk belőle, de végül elhalt ez az ötlet. Aztán rá egy évre körülbelül újra előkerült, eljátszottuk, és mondtuk, hogy na jó, akkor megcsináljuk. És Szabi segítségével Korpos Szabolcsóval szó, ugye a zenekarban jelen pillanatban basszusgitáros. Megcsináltuk a dalt, és még mielőtt kikerült volna a YouTube-ra, azelőtt láttuk, hogy van ez a pályázat, és akkor mondtuk, hogy miért ne veszíteni, nem veszítünk semmit vele, úgyhogy beküldtük. Mit nyertetek ezzel a pályázattal? Hát ugye 2. lettünk, volt pénzjutalom is, de nyertünk felvételt az egyetemre. Tehát automatikusan, hogyha ti jelentkeznétek a zeneművészeti szakra, akkor azonnal fel is vennének benneteket. Igen. Úgyhogy azért az elég korrekt. Igen. Készült egy videoklip is ebből a dalból, ezt igen. Hol lehet megtekinteni? A Salamon Ernő gimnáziumnak a YouTube csatornáján, és kint van a Sokadalom című YouTube csatornán is. YouTube csatornán is, igen. Kérem a Figura Studio Színház mellett ezt is fölkeresni. Halljuk akkor ezt a dalt. Tonight I
Ferenc Anita, Balázs Bence, Bernát Boldizsár, köszönjük szépen! Közös munkáitok következnek. Nézzük is meg rögtön egy bejátszást, és kezdjük azzal. Emlékeztek erre? Igen. Sándor, megvan, hogy ez melyik előadás? Hát meg kell. Ott vagy középen? Én azt látom, csak nem tudom, mit keresek ott. De ez volt az. Igen. Jézus. Ja, ja. Teljesen elfelejtettem. Olasz Szalmak Alap volt, ezt is Kövesdi István rendezte
Sándor a Vezine, igen, süketet játszott benne, Zénon pedig akkor statisztált násznép tagja volt, de még főiskolások voltatok ekkor. Így van, mert... Nekünk ez volt az utolsó évünk, és akkor, ugye, harmadévesek vagy negyedévesek voltatok? Negyedévesek voltatok. Öcsi is, meg ő is statisztáltak. Erre hogy emlékeztek, meséltek erről az előadásról? Hát meséltem, mert úgy látszik nekem nagyon jó volt, nagyon érdekes volt. Hát öcsikével akkor bennünket fölvettek Vásárhelyre, István, ugye akkor ő volt az igazgató, és akkor kaptunk hát ilyen kisebb szerepeket. De jó volt, mert nagyon, hát ez is egy nagy szereposztás volt, mindenki benne volt. Istvánnak akkor ez volt az alapgondolata, hogy az egész társulattal csináljuk a előadást. Igen, ő szeretett, vagy azt akart, hogy mindenki dolgozzon, és akkor mi toltuk az ilyen kupés, szekeres kupét, és tartottuk Bözsét, Fülöp Erzsébetet így a vállunkon, mert ő volt a mennyasszony, aki menekült, vagy nem menekült, nem tudom. Úgyhogy... Hát fiatal színészek, mindenütt ez a sors. Így van. Hát, így van. Rendő, nem mindenütt, bocsássák, ezt én megcáfolom. A figuránál nem ez a sorsa egy fiatal kezdő színésznek, mivel hogy ez egy kis társulat alapvetően. Én azt hiszem, hogy amióta itt vagyok, s az van már 14 éve mindjárt, vagy 15 is, hát nem nagyon statisztáltunk, keveset statisztáltunk, azért valljuk meg. Tehát, hogy keveset voltunk ilyen hatodrendű alabárdosok a háttérben. Na, lettetek volna Vásárhelyen, nem fél. Na, de ezért te voltál. Ezeket hogy érted? Hát jól, hát érdekelt, hát ezt is kell. Vagy, uh-huh. Tehát most nem úgy álltam hozzá, hogy most én abba helyett eljátszom a, nem tudom, énekes, hőszerelmes szerepét, mert hogy egyszerűen csak föl kellett venni a szagot. Tehát, hogy, és ott pontosan teljesíteni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy jó tanuló pénz, azt gondolom. Milyen volt tanára dolgozni színpadon? Oh, nem foglalkozott. Nem így merült föl. Hát de így van. Hát, de így van. De nem így merült föl. Tehát, hogy... Te onnan nem kollégának számítottál? A kicsi kollégának. Ez most... Azért mindenki, ja igen, nem. De partnernek, mindenképpen partnernek. Nem, persze, tehát hogy most mit tudom én, voltunk a násznép, abban volt 10 ember, és akkor mi voltunk egy boly, és mi együtt mozogtunk. Tehát például nem is tudom, hogy, de te is a násznépben voltál. De én is ott voltam, már. Csak ősöket volt. Hát igen, tehát hogy mit tudom, és nem hallottam, mit mondtam. A topáért el kellett menni, vissza kellett húzni, tehát hogy ilyen nagyon... Ugye ez egy ilyen jól megírt komédia, zenés, nagy jelenetek voltak benne, tehát hogy menekül a lány, és akkor megy utána a násznép, de a násznép mindegyikének kell legyen egy karaktere, mint például, hogy volt Nagytata, vagy én voltam a... Már nem tudom, ki voltam. Na, a kezdőszínész unokaöcs. Igen, aki kellett vigye a mennyasszonyt. Ja. Erre emlékszem. Volt egy, hát egy pár év eltelt, ugye Zénó, te megjártad Temesvárt, megjártad Nagyváradot, megjártad a Maladipét, és újra találkoztatok ugyancsak Vásárhelyen, de nem a Nemzeti Színházban, hanem a Spektrum Színházban, ami egy újdonsült színháznak számított akkor, tehát egy frissen alakult társulattal. Nézzük meg egy bejátszást ebből az időből. Most magamnak szeretnék építeni valamit, de nem házat, hanem templomot, amire 17 esztendeje vágyakozom, hogy arra is feltehessem a keresztet, amit olyan nehezen hordoztam idáig. Mindjárt hordozunk egy keresztet, és a legméltóbb helyre akarjuk felütni. Ez az emberi élet. Akkorát nem hordozott senki, mint én. Nagy keresztnek nagyon méltó hely kell. Ott van a tetőn, jó magasan. Ott látom az Istent is, amint ül várakozva, csak éppen falat kellene vonni köré, és már kész volna a templom. És mi az akadály? Meg kellene tisztítani az utat, ami oda vezet, és magamat, hogy oda feljuthassak. Segítesz nekem?
Ha tudok. Ez az első bejátszás, amit láttunk, ez a Vitéz lélekből van, 2014-ből. Ezt Török Viola rendezte, és itt ugyancsak Török Viola rendezésében a Népellensége 2013-ból. Igen, így van. Meséltek erről a spektrumos időszakról, ti gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hát Sándor, te biztosan szinte Szijjáz alapító voltál ott. Én is az vagyok, te bocsánat. Is, te is Szijjáz, tehát te is az első perctől a spektrumos? Így van. Ó, ezt nem tudtam. Így van. Na, akkor meséltek, milyen Szijjázot alapítani? Ha, nagyon mondjam? Jó, mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Ma bejáratott színházak, nagyjából általában az ma az kijövő színészek, azok mind bejáratott színházakban dolgoznak. Ti belecsöppen... Hát Sándor, találkoztál még színház alapítással? Nem. Közvetetten nem? Nem. Te sem. Tehát hogy ezért kérdem, hogy milyen nehézségei vannak ennek, mondjuk egy társulat vagy egy színész szempontjából? Én azt tudom mondani, hogy mi... Tettük a dolgunkat. Én nem gondoltam arra, hogy itt most alapítunk valamit. Tehát csináltuk a dolgunkat. Megkaptál egy szerepet, na mit kell csinálni? Na, akkor erről van szó. Na, akkor csináljuk. Tehát nekem az agyamon át sem ment az, hogy ez most új színház. Ki a francot érdekelte, érted? Nem. Van feladat, jó feladat van még ráadásul, mert ezek remek feladatok voltak, mind a kettő. Tehát a 13-beli... Népellensége, és a Vitézlélek a 14-ben. Én még időnként megszoktam nézni a Vitézlelket. Sokat játszották amúgy, igen. Vagy a tévében is. Meg. Igen, igen, így van, így van. De igen. Az egy remek élmény volt. Tehát a színész a maga dolgával foglalkozom. Abba lásson bele, abba a szerepbe, ami az övé. És akkor a kapcsolatokat találja meg a többi partnerrel, minden. Mert aztán segít a rendező is, de nehogy megzavarjon, érted? Tehát arra kell vigyázzon a színész, hogy az épkézláb gondolatait, érted? Az épkézláb gondolatait őrizzen meg valahogy. Erre Öcsike kollégánk mindig azt mondta, hogy azért nem néz színházat, mert az őt megzavarja. Te hogy emlékszel erre az időszakra? Hogy milyen volt a spektrumban dolgozni, vagy hogy... Jó, jó volt. Tehát nekem például az volt a nagy élmény, hogy ugye volt tanárjaimmal dolgozok, és itt például ugyanaz, mint ahogy a figuránál, hogy nem volt kis szerep. Tehát, hogy nem volt az, hogy elbújni a kocsi mögé, amit te kell toljál, hanem viszonylag kevés ember volt, tehát, hogy 7-8 ember. Utána a Bekecs néptánc együttes volt a Vitézlélekbe, tehát ők mint partnerek, és ez nekem nagyon nagy élmény volt, nagyon, tehát pozitív, nagyon, igen. Sándor, többször említed azt, hogy a feladatokat mindig azt szereted, ha a feladatot kapsz, mindig a feladat volt a legfontosabb. Mi volt életetekben a legnagyobb színházi feladat? Én most többet is... Mondd akkor, mondj többet de, akkor. Tehát emelj ki egy párat akkor, hogyha több is van. Hát például ez a legutóbbi vihar, mert ez a legfrissebb nekem most, a Prosperója. Tehát az, ami rendkívül összetett. Ugyanakkor ez a partitúra, amit János Házi György fordított, ez rendkívül sűrített. Minden más fordítással egybevetve. Rendkívül sűrített, és nagyon-nagyon nehéz megtalálni benne azokat az üzeneteket, logikai szálakat, amelyet rögtön meg kell értetnem a nézővel. Uh-huh. Érted? Tehát olyan sűrű a megfogalmazása. Tehát úgy kell ezt nyilván színészi eszközökkel tálalni, hogy az első pillanatban már leessen a tantusz, úgymond a nézőkben. Na, egyike. A másik pedig, amit ez a Gyertyák Csonkigénynek. Tehát ez a partitúra, amit Kincses Elemér rendezett nekünk annak idején. Pozsgai Zsoltnak a átiratában. Tehát Pozsgai érdekes módon a darabban is, a regényben is, ugye ott van egy gazdatiszt, most nem akarom felsorolni az egészet, de van egy gazdatiszt, van egy öreg dada, és van a két barát. Négy szereplő. Na most Pozsgai beleírta egy színésznőt, aki eljátsza a feleséget.
Egy rendkívül kreatív dolog volt, és érdekes volt ez a dolog. Nagyon szerettem ezt is. Tehát, és ebben a vitéz lélekben Lázár figurája, azt is nagyon szerettem. Tehát volt egy pár olyan dolog, amit... igen, hát az még fiatal színész koromból volt, eljátsztam a... most már jó, ez, ha eszembe jutna, nagyon jó lenne. Igen, na mindegy. Tehát volt olyan, ezek, ami, ezek voltak azok, amelyek... Igen, ami, amire szívesen visszaemlékszem. Uh-huh. A legutóbbi időben... De ezek jó feladatok voltak? Abszolút jó feladatok voltak. Uh-huh. Tehát tényleg, ezt úgy mondják, legalábbis mi úgy nevezzük, hogy színész csemegék. Uh-huh. Van mit bármi. Van még olyan színész csemege, amit szívesen feladatként vállalnál? De nem, nekem soha nem volt ilyen, hogy álomszerep. Álomszerep. Nem is erre gondolok, nem, de hogy valami, ami még úgy foglalkoztatna. Nem tudom. Nem tudom. Az a feladattól függ. Érted, hogy megfog az a feladat, vagy nem fog meg, tudod? Tehát nekem nem voltak ilyen szerepálmaim. Ha most visszaemlékszem erre a Prosperóra, ez lehetett volna igazán az. Tehát ez egy olyan típusú dolog, tudod? De itt soha nem gondoltam arra, hogy ezt, jaj, azt el szeretném játszani, nem. Zeno? Hát a legjobb vagy a legkedvesebb feladatod? Hát amit például szerettem nagyon, ez a vitézlélek. Uh-huh. Most, hogy így visszajött. Amúgy tényleg nagyon... De ez a történet azért meglehetősen közel áll hozzád, nem? Is. Tehát egy könnyen azonosulható történet számodra, nem? Én láttam az előadást, tehát én akkor azt gondoltam, hogy ez neked egy nagyon jól álló szerep is volt. Igen, lehetséges, de hogy mondjam, egy nagyon igen, jó feladat volt. Uh-huh. Nagyon, nagyon szerettem Sándorral dolgozni, Krisztinával, Gyuri bácsival, Kárp Györgyről van szó, Szilárddal, tehát hogy jó volt. Persze voltak ilyen, mit tudom én, apró cseprő konfliktusok, így a próba folyamatban, de... Hát jó, de... Mindenütt van. De amúgy szerintem egy jó. És például kívülről, amikor megnéztem egy pár éve, nem tudom már hol vetítették, működött. Uh-huh. Tehát hogy azt kellett mondjam, hogy működik. Vagy például az őrnagy szerepét eljátszani megint, mert azt... A Tótékat. Ha valaki látta a Tótékat, a figurától, azt tudni kell, hogy Zénó a főiskolán is játszta igen. A negyedéves vizsgánkban. No, az megint egy nagyon érdekes feladat volt, hogy mennyire ennyi év után, igen, mennyire másképp látom, mennyire másképp gondolom, mi az, amit persze ahhoz képest, amit a rendező lát, hogy mi az, amit én még bele tudok vinni. Ezek most így hirtelen ez jut eszembe. Eszembe jutott. Hozomány nélküli lány. Hozomány nélküli, ezt hol játsztad? Ezt a nemzeti. Nemzeti vásárhelyen? Nikita Mihálkov játszta azt a jobb mondva, nem azt a szerepet, a főszerepet játszta Nikita Mihálkov a filmen. Aha. Tehát azt, ha láttátok azt. Én nem láttam sajnos. Nem láttátok, érted. Jó, azt színpadi változatban csinálta Kincses Elemér, és én a Karándisev nevezetű, nyilván megcsalt férj, meg ez hasonló volt ez a figura, de rendkívül jó anyag volt. Van egy ajándékom még a számotokra, még így a végezetük. A fénykép, ami elkészült rólatok az előadás elején, az most keretezve kerül a kezetekbe. Az a kérésem, hogy a hátára, elejére, oldalára, ahova szeretnétek, írjatok egymásnak egy üzenetet, egy rövid üzenetet, és cseréljetek fényképet, jó? Már mi ketten? Természetesen. Ameddig Sándor kigondolja és megírja, addig még van egy meglepetésünk ma estére, és ez a Zénó részéről érkezik. Volt egy dala Zénónak a főiskolán, amit ma már azért... Lehet, hogy furán néznek emberek, nekem is újra hallgatva ilyen fura lett egy kicsit, majd megérti a közönség is, hogy miért. Ez egy másodéves énekvizsga volt. Ja. Ez az, ahol én nem tudtam a szöveget. Nem, az az első. Az első éves vizsga volt, ahol ja. Gábor a korepetitor nőre ráfordult, és számon kérte,
amiért ő nem tudja a szöveget. Zénó, kérlek szépen. Ketten Szabolcssal fogjuk ezt elkövetni. Korpos Szabolcs kíséri zongorán. Lehet, hogy én fogok most úgy járni, mint Gábor annak idején. Vagy Magdika. Tizenhat éves volt és szőke, a hatodik A-ba járt, és kapott a névnapjára egy fekete zongorát. És a tanár úr 25 éves, aki Jucikájékhoz jár. Egész nap csak skáláztatta, de untatta. Jucit a sok skála szörnyen untatta, de untatta. Egész más volt, ami őt most izgatta, de izgatta. Egyszer aztán a két kezét megfogta ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megcsókolta. S elnémult a zongorán a húr. 14 éves szőke, 6. A-ba járt, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, Júci imádja, mert a tanárja csak azt kívánja, legyen szünet már végre azon a zongorán. Csak skáláztatta, de untatta. Jucit már a skála szörnyen untatta, de untatta. Egész más volt, ami őt most izgatta. Egyszer aztán a két kezét megfogta ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megcsókolta, s elnémult a zongorán a hú. 16 éves volt és szőke, a 6. A-ba járt, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, Júci imádja, mert a tanárja csak azt kívánja, legyen szünet már végre azon a zongorán. Korpos Szabolcs, Faragó Zénó, Tatai Sándor! Kérek, cseréljetek fényképet! Maradjon meg ez emlékül nektek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm az időtöket, nagyon szépen köszönöm a zenekarnak a segítségét. Legfőképpen örülök, hogy ennyien eljönnek. A YouTube csatornánkon majd vissza lehet nézni ezeket a műsorokat, ha valaki magára, esetleg a vendégekre kíváncsi. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien eljöttek. Várunk mindenkit a következő behívóra is, ami június 30-án lesz, akkor a figurás Sosovica Anna lesz, úgyhogy vele majd kiderül, hogy ki fog beszélgetni. Akkor további szép estét kívánok mindenkinek! Thank you.